A TEK szabadnapos, próbaidős rendőre mentett péntek éjjel. A vaksötétben felismerte, hogy egy villanyoszlopot kidöntő autósofőrje megsérült, és a közelben lévő házak kerítései áram alatt lehetnek. A baleset miatt 50 lakóházban elment az áram. A saját testi épségét kockáztatva megtette a legfontosabb óvintézkedéseket. A kereszt utcákat lezáratta, és nem engedett senkit arra közlekedni, amíg a mentőegységek meg nem érkeztek. Belicskó Fanni határozott és segítőkész intézkedésével parancsnokai elismerését is kivívta, írja polisz.hu. 35 milliárd forint keretösszegű innovációs támogatási programot indít a kormány, aminek a héten zárul a társadalmi egyeztetése. Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár beszámolója szerint a forrás főként kis- és középvállalkozások, valamint egyetemek, kutatóintézetek számára lesz elérhető.